A biztonsági kamerák képe alapján úgy tűnik, Livius készül valahova. Eddig nem merészkedett messze a tábortól, pedig tudja, hogy a pincerendszer több szintből áll. Közelítek az üreg felé, és be is fordulok nem sokára abba a járatba, ahol itt megtalálom azt a bizonyos lejárót. Na most a lámpám fényénél ott kivehető egy ajtó. Miért nincs rajta egy zárt ajtó? Ennyivel megnyugtatóbb lenne. A kis főző só a föld alatt, mi? Akkor röhögtem, pedig már akkor sírnom kellett volna. Na, itt most hallok valami hangot, hát az biztos, hogy én össze-vissza rosálom magam. Látjuk a lépcsőn. Óvatosan lemegyek. Újabb lépcsősor. Na jó, hát aztán itt mennyit lehet lemenni? Látjátok? A lépcsősor így világosabb lesz. A lépcsősor vízben végződik. Ez ott már víz. A bányászat leállása után a bánya mélyebb részein kutakat alakítottak ki. Innen vette a vizet a sörgyár is. Mivel a szivattyúk jó ideje nem működnek, a felgyülemlett eső és talajvíz elöntötte az alagútrendszer mélyebben fekvő részeit. Ezek a szakaszok ma már csak a búvárok számára járhatók. Mi az idő, mi? Jó kérdés. Emberi találmány.